Rövid videósorozatunkban a fokozottan védett hamvas réti héjáról és annak védelméről lesz szó. De mielőtt belekezdenénk, ebben a részben néhány alapvető információt szeretnénk megosztani a hazánkban megfigyelhető réti héjafajokról. A réti héják közepes méretű, hosszú szárnyú ragadozó madarak. Jellemző rájuk a hím és a tojó színezetének különbsége. A hímek tollazatában a szürke szín dominál, szárnyvégük fekete tollakkal díszített. A kevésbé hivalkodó tojók barna színezetűek és a röpképes fiatalok is rájuk hasonlítanak. Ahogy a nevük is utal rá, a nyílt fátlan területekhez, rétekhez, mezőgazdasági élőhelyekhez kötődnek. Jellemzően alacsonyan, a föld fölött repülve vadásznak. Imbolygó röptüket síklásokkal szakítják meg. Szárnyukat enyhe V alakban felfelé tartják. A kisebb rágcsálókat, madarakat vagy hüllőket hirtelen fordulásokkal, levágásokkal igyekeznek elfogni. Fészküket nem fákra vagy bokrokra rakják, hanem minden esetben lágyszárú növényzet takarásában a talaj közelében építik. Túlnyomó részt a tojók kotlanak. A táplálékot elsősorban a hímek szerzik, zsákmány szerző körútjaik során akár 10-20 kilométert is megtéve. Visszatérésükkor a levegőben dobják át a zsákmányt a tojónak vagy a kirepült fiókáknak. Hazánkban két fajuk költ. A gyakori barna réti héja nagyobb testű és a szárnya is szélesebb. A hímek hátán, a szárnyain és legtöbbször hasán is a nevéhez hűen megjelenik a barna szín. A barna réti héja az állóvizek, halastavak, magasabb nátszegélyében is biztonságos költőhelyet talál. Bár alapvetően vonuló, télen is egyre többször figyelhető meg Magyarországon. A ritka, hamvas réti héja karcsúbb megjelenésű, hosszú szárnya keskeny és hegyes. Az öreg hímek alul és felül is világos szürkék. Fészkeléskor inkább csak az időszakosan nedves élőhelyeket keresi. A hamvas réti héják hosszú távú vonuló, a telet Afrikában töltik. A két faj tojóit és fiataljait már nehezebb megkülönböztetni. A legbiztosabb, ha először a távolabbról is látható farktollakat figyeljük meg. A madár farcsíkja feltűnően fehér, valamint kereszt sávok láthatóak a farok tollain és a szárnyakon, akkor tojó vagy fiatal hamvas réti héját látunk. A két réti héja fajunk gyakran azonos élőhelyeken fészkel, mint például a náddal vegyes sásosokban, esetleg szántóföldi kultúrákban. Ilyenkor gyakran előfordulnak köztük konfliktusok is. E két faj mellett hazai tájainkon további, a hamvas réti héjához igen hasonló réti héjával is találkozhatunk. A kékes réti héja tipikus őszi-téli vendégünk. A fakó réti héja pedig ritka tavaszi és őszi átvonuló. Mivel ez a két faj nagyon hasonló a hamvas réti héjához, határozásukról részletesebben a következő videóban ejtünk szót.